A kistarcsai vállalkozók baráti köre egy beszélgetésre invitálta a város vezetőit, Solymosi Sándor polgármester urat, ifjú Juhász István alpolgármester urat és Vécsei Lászlót, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjét. Juhász István köszöntőjében utalta 4 évvel korábbi beszélgetésükre, ahol Vécsei László mutatta be programjának azon részét, amely a vállalkozói szférát érinti. Vécsei László ezúttal arról beszélt, hogy az elmúlt 4 évben az volt a kormányzat fő feladata, hogy könnyebb helyzetbe hozza a magyar vállalkozókat, akik közül sokan a külföldi multicégek árnyékában a csőd szélére sodródtak. Nem tudott mit kezdeni a rendszerváltás utáni magyar társadalom évtizedekig azzal, hogy nincs elég húzó ereje a gazdaságnak, nincs elég ötlet, nincs elég energia a gazdaságban, és nem tudunk munkát adni az embereknek. Ennek a 20 évnek vagy 24 évnek kellett véget vetni. Ennek a filozófiai mélységű vagy gazdaságpolitikai mélységű változásnak az a gyökere, hogy vissza kellett állítani a magyar társadalmat gondolkodásában, mentalitásában a munkaalapú társadalomra. Afelé kellett terelni, oda kellett visszavezetni. Ennek az a lényege, hogy az értékteremtést kell a középpontba helyezni, szemben azzal, ami korábban volt, ugye egyik ágon a szociális osztás, másik ágon pedig a spekuláció, és hát a különböző külföldi tőkeerős cégeknek az alávetettsége, vagy a cégek alávetettség határozta meg az akkori irányt. Ebből kellett kitörni. Nem volt egyszerű, ugye főleg az embereknek a mentalitását, a hozzáállását nagyon nehéz átalakítani. Ez a legnehezebb része a dolognak, de 3,5 ides, tovább 4 év távlatából azért úgy tűnik, hogy ezt a legnagyobb, legnehezebb áttörést, ezt mégiscsak sikerült véghez vinni. És ebben nagyon nagy szerepe van, úgy gondolom, a vállalkozói társadalomnak. Mert a vállalkozói társadalom, a vállalkozói rétegek voltak azok, akik az elmúlt 2,5 évtizedet is nagyjából egészéből a hátukon cipelték, hiszen az az innovációkészség, az a kezdeményező készség és hajlam, ami vállalkozói társadalomban benne volt, az hatalmas felhajtó erőt adott a gazdaságnak. Vécsei László szavai után lehetősége nyílt a vállalkozóknak, hogy kérdéseiket feltegyék, tapasztalataikat elmondják, így elindult egy szakmai eszmecsere a jelenlévők között. Szó esett többek közt a napi gondokról, a szűkülő piacról, de sikeres pályázatokról is be tudtak számolni egymásnak a vállalkozók. Majd Solymosi Sándor polgármester átvette Orbán Viktor miniszterelnök bizonyság levelét, amelyben az áll, hogy a kormány teljes mértékben átvállalja az önkormányzat tartozását. Vécsei László sikeresnek értékeli a vállalkozói összefogást, amire nem csak Kistarcsán van példa a térségben. Szerintem valamilyen formában minden településen megvan a vállalkozók között ez a konzultációs igény. Az a kérdés, hogy ezt az önkormányzatok mennyire karolják föl. Nálunk például Szadán önkormányzati kezdeményezésre rendszeresek a vállalkozói fórumok. Kistarcsán, itt, ahol éppen részt vettünk ezen a fórumon, ez inkább ilyen klubszerű keretek között működik. Hasonló klubszerű keretek között működik például Nagytarcsán is. Volt részem vállalkozói találkozókban is a Szegen és Mogyoródon is, hogy csak a régi 4-es választókerületet említsem, de az új a Galgamenti részről például a kartali vállalkozók, az, akár a Versegit is említhetném, az is egy olyan összetartó kör, amely legalább konzultációs céllal, vagy egy kérdésfelvetés szintjén leül egymással és megbeszéli a közös ügyeit. Ifjú Juhász István alpolgármester az önkormányzat szerepéről beszélt stábunknak. Igazából, ami szerintem az önkormányzatnak nagyon fontos feladata, az a folyamatos kapcsolattartás a helyi vállalkozókkal. Ugye ez több formában tud megvalósulni. Egyszer ugye segítünk nekik a pályázati rendszer beligazodni, hiszen nem minden vállalkozó pályázatíró, nem minden vállalkozó van napra készen a pályázatokkal, információkkal, nincs úgy ellátva, és ebben próbálunk segíteni honlapon, személyes
személyes kapcsolattartással, tehát igyekszünk olyan anyagokat föltenni internetre, kiragadni mondjuk a többi közül, ami az ő számukra fontos lehet. De ezen kívül persze a személyes találkozókon is próbáljuk ezeket az információkat átadni, mert azért csak jövünk, megyünk a településre rendszeresen, tehát azért majdnem az összes vállalkozót személyesen ismerjük Kistarcsán, és akkor, hogyha kérdezik, akkor is mondjuk, de van, hogy amikor eszembe jut, hogy meglátok egy vállalkozót, és figyelj, már múltkor akartál telephelyet fejleszteni, most lesz egy ilyen pályázat, akkor ugye azért természetesen szóljatok. A helyi vállalkozók közül Molnár Imre, a Dimol Kft. Alapítója ecsetelte a termékek értékesítésének nehézségeit. Hát nagyon nehéz piacot találni a termékeinknek, mert a nyugat-európai termékek elárasztották az országot a 90-es években, és azóta nem tudunk piacra, vagy nagyon nehéz piacra jutni a saját termékeinkkel. Nagyon olcsón akarják megvenni a termékeinket, és nagyon jó minőséget követelnek, csak ez a kettő nem áll össze, tehát nem tudjuk kielégíteni jó minőségi terméket olcsón odaadni, és ezért elég nehéz a piac ebből a szempontból. Benkő Pál, a felszámolás alatt álló Suzuki Benkő egykori igazgatója, jó tanáccsal látja el a vállalkozni vágyókat. Tulajdonképpen aki vállalkozást nyit, vállalkozást kezdeményez, az mindenféleképpen az nagyon fontos, hogy ő saját magának áttekintse és csináljon egy üzleti tervet. Ne bízza ezt a multikra, mert a multik meg a bankok el fogják vinni a házát, el fogják vinni mind, amit eddig is tapasztaltunk, hogy ez egy iszonyatos és kellemetlen dolog számomra, és ezt nem fogom titkolni sehol. Soha az életben nem hittem volna el, hogy egy ilyen vállalkozás és egy ilyen kereskedés egy ilyen helyzetbe kerüljön. Engem rettenetesen zavarnak ezek a körülmények, amiket átéltem. Átéltem, most már 6. éve tart ez a válság, 2 éve vagyok nyugdíjas, és én úgy hiszem, elveszítettem mindent. Nem zavar, tudomásul veszem, de igazságosan kell elveszíteni mindent. Akármint a sportba. Azért éltem túl ezt az egészet, mert egy sportember vagyok. És én úgy tekintem ezt az egészet, mint egy sportot. De azért ennek mindennek van egy határa, amit mindenkinek be kellene tartani. És én ezt el is várnám ettől az élettől. Zárásként az esemény házigazdáját, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének vezetőjét, Juhász Istvánt kérdeztük, aki a nehézségek ellenére bizakodóan tekint a jövő felé. Hát én azt gondolom, hogy azért vannak, tehát van még mit javítanunk, bár azt gondolom, hogy egy sokkal kellemesebb környezetben ténykedünk most már, mint régebben, hiszen volt időszak, amikor nagyon rossz szintbe voltunk feltüntetve, hogy magyar vállalkozók, tehát nagyon sokan ugye az átlag emberek közül tulajdonképpen szinte egy ilyen, nem is tudom milyen embereket láttak bennünk, tehát a vállalkozók, aki nagyon jó módúnak számít, akinek minden könnyen megy mindenhol, ott senki nem látta azt, hogy milyen idegi vagy milyen munka van amögött, hogy az ember egy vállalkozást vezessen, illetve családoknak ugye, enni adjon. Én azt gondolom, hogy ez most már azért sokat javult, ez a megítélés. Én azt gondolom, hogy talán még mindig van mit javítani a papírmunkában, tehát reméljük, hogy tényleg eljutunk egyszer ez a sokat emlegetett sorlátétig. Itt az adóbevallások kapcsán én azt gondolom, a pályázati feltételek javulgatnak, de még ezen is van mit javulni, tehát ezt jó lenne egyszerűsíteni, hogy sokkal egyszerűbben, de utána itt is történtek már kormányzati lépések, tehát lesznek majd erre kialakított irodák, akik fogják segíteni a vállalkozásoknak a pályázati lehetőségeit. Én azt gondolom, hogy a versenyképességet kell javítani mindenféleképp, tehát hogy a multikkal, illetve a nagy nyugati cégekkel szemben a magyar vállalkozások minél versenyképesebbek legyenek. Én úgy látom, hogy ebbe az irányba haladunk, remélem, hogy ez így is fog folytatódni.